Idén sincs szerencséjük a Tolna vármegyei gazdáknak, mivel tavaly az átlagosnál melegebb volt az ősz, melyet egy csapadékos, hűvösebb tavasz követett, ezért most sem a várakozásoknak megfelelően alakult a terméshozam. Idén búzából és árpából vetettek a legtöbbet. Az őszi árpa vetés területe 22.280 hektár területen volt. A betakarításkori adatok szerint 5,5 tonna hozammal zártunk, ami országos átlag. Viszont Tolna vármegyéről tudni kell, hogy nagyon jó minőségűek a földek, és ezeken a területeken 6 és 7 tonna között bőven tud az árpa terméshozamot adni, úgyhogy ez az év nagyon negatívan fog zárni a gazdálkodók többségének. Tudni kell, hogy ennek oka nagyrészt ugye az időjárás. Nagyon sok csapadék hullott az idei évben. Az első fél évben 350-400 mm már lehullott. A tavalyi évben összesen hullott 500-520 mm a vármegyében. A sok csapadék kedvezett a gomba betegségek kialakulásának és elterjedésének. A bőséges esők miatt a legtöbb gazdálkodó nem tudott időben rámenni a táblákra, hogy a szükséges védekezéseket megtehesse a gombás betegségekkel szemben. De a tavaszi hideg is kedvezőtlenül befolyásolta a kalászok növekedését. A búza betakarításánál is hasonlóan rossz eredményekről tudunk beszámolni. 5,6-5,6 tonnás vármegyei átlagokat takarítanak be a gazdák. Természetesen vannak ettől alacsonyabb és jóval magasabb értékek is, csak sajnos nem ezek a jellemzőek. Aki idei évben hasznot is szeretne szerezni ezekből a növénykultúrákból, ott legalább ilyen 6-7 tonnás átlagtermést kellett elérni, mert ha megvizsgáljuk, hogy milyen magasak lettek az input anyagárak, vagy akár említhetem a gázolaj árakat, a munkabérköltségeket, azok a 19-20-21-es évhez képest a duplájára emelkedtek, és az árak, a terményárak viszont gyakorlatilag a 19-20-21-es évi terményárakat érik el, tehát nem tudnak hasznot produkálni ebben az évben a gazdálkodók, tehát nagyon sok gazdaság veszteségesen fog zárni. A repce esetében jobb csak valamivel a helyzet. Egyetlen egy jó hír van, hogy az őszi káposzta repce esetében a termés átlag 3,1 tonna per hektár, viszont őszi káposzta repce területünk az nagyon kevés van. Évről évre egyre csökken ennek a termőterülete. A repce ugye nagyon nagy odafigyelést igényel, egy sokkal kockázatosabb van termeszthető növény, úgyhogy nem olyan népszerű a gazdálkodók körében. A méhészek ugye ennek annyira nem is örülnek, mert az első olyan növény, amiből ők ugye ahova ki tudják vinni a méh családjaikat, és az első, amiből bevételt tudnak szerezni, az első olyan mézlelőhely. El lehet mondani, hogy 2020 óta az őszi káposzta repce területe felére csökkent vármegyékben. Sokszor ugye a méhészek keresik is nálunk a repcetáblákat, hogy ki az, aki termeszt repcét, hogy tudják kivinni a méh családjaikat. Őszi árpa és az őszi búza termőterülete viszont drasztikusan megnövekedett, teljesen átalakult Tolna vármegyének a vetés szerkezete, míg az elmúlt 5 évben is, meg még messzebbre visszanyúlva is, ha megnézzük, mindig első helyen a kukorica kultúra volt a legnagyobb területen termesztett növénykultúránk. 70 ezer hektár fölött termesztettek Tolna vármegyében kukoricát. Ez idejében megfordult, mert mindössze 52 ezer hektáron van kukorica, és első helyen most az őszi búza áll, amit 54 ezer hektár fölött termesztenek a gazdák. Pont ezért nem is olyan jó hír az, hogy az őszi gabonáink ilyen rosszul teljesítettek, ugye elég jelentős veszteséggel fognak zárni idejében a gazdák.
A termőterületek átalakulása, a vetésszerkezet átalakulásának az egyik oka ugye az időjárás, az, hogy az elmúlt két évben asszályos időszakokat éltünk meg, és a gazdák szívesebben nyúlnak oda-vissza, hogy melyek azok a növények, amiket biztonságosabban tudnak termeszteni, és ezek az őszi gabonáink, mert ugye ezek már a kritikus asszályos időszakra lekerülnek a termőterületekről, tehát biztosabb hozamot tudtak biztosítani. A kukorica termőterülete például 2020 óta csak nem 20 000 hektárral csökkent Vármegyénkben. Nem csak az időjárás, hanem az átalakult támogatási rendszer is az oka ezeknek a változásoknak. Tolnai dombságban ugye alig van olyan a gazdaság, ahol ne lenne 12%-nál meredekebb lejtésű terület, és ezeken a területeken a kapás kultúráknak a termesztése az szigorú szabályokhoz van kötve a termőtalaj védelme érdekében, és nagyon sok gazdálkodó ezt nem vállalta fel, és úgy döntött, hogy inkább akkor őszi gabonát termeszt, vagy akár lucernát ezeken a domboldalakon. Nagyon nehéz dolguk van most a gazdáknak. Kiszámíthatatlan a piac, napi szinten ingadoznak több ezer forinttal az árak, sok esetben nem is tudják értékesíteni terményüket, mert nem kell a kereskedőknek. Az alacsony terméshozamok, magas inputanyag, gázolajárak és munkabérköltségek az idei évben sokuknak veszteséget eredményezhetnek.